hangulatú bányászatot tartunk már itt nálunk, és ezért hívtuk meg a ti kérésetekre, és reméljük, hogy mai nap is legalább olyan izzasztó kemény lesz, mint amilyen volt az elmúlt alkalmakban. Vakeron horvát szertáncok lesznek műsorok, a melegítéssel egy óra után szünet, és akkor egy óra táncál, pedig szünet van megint, és akkor a végén pedig összefoglalja, gondolom az Attila, de átadom neki a szót, jó? És akkor elmondja a mai nap menetre. Hát, ilyenkor mindenki azt vágya, hogy mondjon valami nagyon okosat, meg valami nagyon nagyot. Hát a legokosabb, meg a legnagyobb az az, hogy örülök, hogy itt vagyok köztetek, hogy most már úgy jövök ide, mintha hazamennék. Régebben is úgy jöttem, hogy a rülétőben vagytok, amelyikben hazamegyek. Úgyhogy örülök neki, hogy sokkal kedvetlenül kezdeni a táncok után. Ha látok új arcokat, mindig betudom annak, hogy miattam is jöttek egy kicsit, én meg igyekszem ennek megfelelni. Úgy működünk, úgy csináljuk, tehát én legalábbis úgy szoktam, hogy táncolunk, igyekszem bevinni a táncok közé új táncokat, új lépéseket. Ez van, hogy ideig, óráig mindig egy kis galibát okoz, de általában akkor megállunk, megcsináljuk még egyszer. Én majd nézem, hogy mikor okoz nehézséget, mikor könnyebb, mikor kell átvenni még egyszer. És egyébként ez erre visszatérve, hogyha többen vagytok, hogy fú, ez macerás, de tetszik, meg jó lenne, teljesen nyugodtan lehet szólni, hogy fú, ezt majd még egyszer. Tehát amikor megállítjuk a zenét, vagy vége, semmi baj nincs azzal, hogyha valaki hangot ad a vágyának, a táncbelinek, hogy ezt még egyszer, mert ez jó volt, vagy ezt ne erőtessük, mert ez nem annyira. Természetesen van, hogy lesz olyan is benne, ami kevésbé tetszik, lesz olyan, ami jó. Lesz olyan, ami jobban megmozgatja az ízületeket, meg a végtagokat, lesz olyan, ami pihentető. Majd megpróbálok egy ilyen egészséges egyensúlyt kitalálni a táncok között, ami Horvátországból, Szerbiából, Makedóniából jönnek, tehát igyekszem egy ilyen kis vegyes össznépi dolgot kotyvasztani, és lehet, hogy nem feltétlenül csak Makedóniából, tehát csak Makedón, hanem lehet, hogy ide oda fogok ugrálni a táncokhoz. Ez talán azért, hogy egy kicsit színesebb legyen, mint általában egy színpadi műsor. Jó? Előtte egy kicsit bemelegítünk, és akkor utána nekünk is összük ezeknek a táncoknak. A szerbtáncoknak az újdonsága az az, hogy talán lesz benne, táncoltuk már, nem mindent ugyan, de Studenica és Nis környékéről fogunk táncolni egy párat. A jó párat, tehát ez nem sokan, egy 15-öt, és akkor a Makedóniából is lesznek olyan táncok, ami az égei részről neked, én azt gondolom, újdonság lesz. Nem a megszokott egyszerűen 7-8-ados lépések, hanem 9-11-ed meg társai, de ezektől nem kell megijedni. Tehát nem csak a lépések fognak játszani, hanem nagyon sokszor a testsúly, a féltalp, is. Tehát ez egy újdonság lesz, amivel majd birkózunk egy kicsit, de amikor úgy működünk emberek, mindenki, hogy amíg nem jön össze, addig francba. És amikor végre megvan, az az ember, annak az embernek, aki 20 percig azt mondta, hogy és amikor végre megvan, ő lesz az a kezdve, még egyszer. Én is így működött is. Úgyhogy nem fogok tovább dumálni, kicsit bemelegítünk, jó valami kis zenére. Belecsempészünk egy kis ritmus gyakorlatot, jó? És próbáljátok csinálni, amit én, jó? Próbáljátok gyorsan lépkedni, amikor tapsolunk, akkor tapsolni, jó? Egy ilyen pár percben bemelegítünk. Kis térmozgás lesz bennek, és ez az amaz, mint egy gimnasztika, jó? Legyetek szívesek! Ezek a rávezetősek, jó? Ó, oké, tudom, de rávezetősek. Srinagorkát ugye mindenki tudja. Hát ez egy ilyen rávezetős lesz. A lépés. 1, 2, 3, 4. Fölemel, vissza, fordul, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Fölemel, ismerős, ugye? Fordul, próbálj lassan. Jobb, bal. Fölemel, vissza, fordul, jobb, bal. Emel, vissza, fordul, toporog. Haladunk, tehát szeret irányba haladunk, úgy, most vissza, fordulás, lezárunk, jobb, bal,
Nyilván vannak táncoknak nehezebb formái, figurái, változatai, de ha egy bárba elmész, soha ne zavarjon az, hogy melletted valaki más táncol. Te meg tudod már csinálni, táncod nyugodtan az alapot, ha te abban lesz örömödet, és ha neked az kényelmes. Jó? Nem muszáj azt csinálni, amit a szemben lévő, és amit a mellette lévő, sose tudod, hogy jó vagy nem. Ezzel az alapban boldogan megvagyunk, táncolod, hogy jó lesz. Jó? Megtaláltuk ezt a CD-t, uram? Igen. Jó, akkor nézzük meg a harmadikat belőle, a hármast, jó? Hála Istennek, hogy egymással léptek meg, sokan vagytok. Én nagyon szeretem, amikor sokan vagytok, olyan jó nézni.
azt jelenti, hogy valami érdekel benneteket. Nem feltétlenül én, de ez nem vagy. Oké, tegyünk hozzá egy kevésbé ismert táncot. A nevét szerintem mindenki tudja, hogy Csárlama. Úgy fog kinézni a dolog, hogy egyet, hopp, pam, egy-két, há, és rúg. Egy-két, há, és rúg. Egy-két, há, és rúg. Jó? Tehát próbáljuk meg azt, hogy egy-két, há, és rúg. Tehát a balon először. Egy-két, há, lép, rúg. 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 Azaz, ez legyen meg errefelé is. A jobb lábon emelkedek először, teljesen lassan, nézd csak. Egy, két, há, lép, rúg. 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 Oké. Jobbra haladva, szertáncok, ugye jobbra haladva. Egyet, hopp, hopp. Egy, két, há, hopp, hopp. Egy, két, há, hopp, hopp. Egy, két, há, átlépek. Jó, végig! Három, és egy-két, hát, hopp, hopp, egy-két, hát, hopp, hopp, egy-két, hát, hopp, hopp, egy-két, hát, egy-két. Vissza is egy-két, egy-két, hát, hopp, hopp, egy-két, hát, hopp, egy-két, hát, három, és egy-két, három, és rúg, egy-két, hát, és rúg, egy-két, hát, és rúg, egy-két, hát. Nagyon könnyű, nem kell beszélni, egy-két, minden éve, jó? Valaki a lábon, ugye lassan még egyszer, tehát szökken, egy-két, hát, lép, rúg, egy-két, hát, lép, rúg, egy-két, hát, lép, rúg, egy-két, hát, lép, rúg, jó? És tovább, egyet, kop, kop, egy-két, hát, kop, kop, egy-két, hát, kop, kop, egy-két, hát, átlép. Egy-két, hát, hopp, hopp, egy-két, hát, hopp, hopp, egy-két, hát, hopp, hopp, egy-két, hát, képi! Egy-két, hát, lép, rúg, egy-két, hát, lép, rúg, egy-két, hát, lép, rúg, egy-két, hát, lép, érted? Egy-két, hát, lép, rúg, egy-két, hát, hoppa, egy-két, hát, hoppa, jön a haladó sarkas! Egy-két, hát, sarok, sarok, egy-két, hát, sarok, kicsit, egy-két, hát, sarok, sarok, egy-két, hát, toporok. Egy-két, hát, sarok, sarok, egy-két, hát, sarok, sarok, egy-két, hát, sarok, sarok, egy-két, hát, toporok. Új? Ugye? Pedig a tánc maga nagyon régi. Semmi baj. Megpróbáljuk egyszer meghallgatni a zenéjét, és küzdünk vele egyet. Jó? Nézzük a bizonyos kettest ebből az oktatósból. Kettes. Semmi baj, megoldjuk!
Szerintem táncolni szeretnék. Oké, gyertek bejebb, kézfogás, kézfogás. A lépés. Utána!